Stúdiónk vendége Vég László, Fidesz-KDNP Sümegi polgármester jelöltje. Tényleg nem volt még röplabda szövetség elnöke Sümegen? Igen, úgy tudom én is, és igazából Rédei János úrtól tudom, aki a röplabda egyesület, a Sümegi Röplabda Egyesület elnöke volt még nem régiben, és szerintem nagyon megbízható forrás. Tehát igen, kijelenthetjük, hogy most hétvégén, 6-án Pór Csaba személyében járt először röplabda szövetség elnöke Sümegen. Mit mondott a látottakkal kapcsolatban tapasztalatokról? Hát Pór Csaba nyilván más körülményekhez van szokva Budapesten, meg az olyan nagyvárosokban, ahol vannak röplabda csapatok, NB1-es röplabda csapatok. Amikor gyalog lesétáltunk a kisfaludi étteremből a tornaterembe, a Tatár Mihály tornacsarnokba nevezzük így, akkor hát először azért csodálkozott a torna termet körülvevő területen, éppen esős idő volt, a kátyúk, a tócsák, kerülgetni kellett, ez azért szemet szúrt neki, de hát én el is mondtam Csabának, hogy bizony itt vidéken, egy kisvárosban ilyen problémákkal is küzdünk, tehát nem csak az a probléma egy vidéki röplabda csapatnál, főleg egy ilyen kisvárosi röplabda csapatnál, hogy nagyok az utazási költségek, és kicsi a költségvetése az egyesületnek, de bizony még a környezetre is ráférne nem kevés pénz. Gondolom beszéltek a jövőbeni tervekről is. Mi az, amire szó esett? Igen, hát most is beszéltünk Csabával erről, de Csabával én már viszonylag régebb óta ismerjük egymást. Tehát mi beszélgettünk már a röplabdáról, a sümegi röplabdáról. Csaba nagyon lelkesen fogadta a terveimet, és nyilván ezeket a terveket én egyeztettem Rédei Jánossal is, illetve mostani elnökasszonnyal, Kaposiné Marikával, és így valóban azért kidolgoztunk egy olyan tervet, amit ha a Magyar Röplabda Szövetség és az elnök úr személyesen támogat, akkor szinte biztosan kijelenthetem, hogy azért több pénz fog érkezni Sümegre a röplabdára is, illetve olyan dolgokról is beszéltünk, hogy hogyan lehetne a vállalkozóktól is, mert azért Sümegen is vannak olyan lelkes és röplabdát, vagy általában a sportot szerető vállalkozók, akik támogatnák a röplabdát, tehát ennek a megoldásairól is esett szó. Úgyhogy én kimerem jelenteni, hogy jövőre sokkal több pénzből tud gazdálkodni a Sümegi Röplabda Egyesület. Ha már a választás, a KDNP Fidesz bejelentette a csapatát a sajtótájékoztató keretében, ezt itt az InfoTV-ben le is adtuk, és egy interjú is készült ezzel kapcsolatban, viszont egy személy cserélődött még hozzá a KDNP-seknél, nem Boks Csaba indul. Miért történt ez? Így van, hát ez egy sajnálatos esemény, tehát most a sajnálatost azt úgy értem, hogy nyilván nagyon kellemetlen mindenki számára utólag kicserélni egy jelöltet, de ezt sajnos meg kellett tennünk, mégpedig azért, mert az önkormányzati törvény változása miatt Bok Csaba, aki ugye tudjuk, hogy hivatásos tűzoltó, összeférhetetlen lenne a képviselői tisztséggel ez a hivatásos tűzoltói hivatás. És sajnos ez hát most derült ki a számunkra, ebben tulajdonképpen azért hibáztak néhányan, vagy mondhatom azt is, hogy én is hibáztam tulajdonképpen, hogy nem néztem tüzetesen utána. Bok Csaba engem úgy tájékoztatott, nem csak engem, hanem a KDNP-ben is a vezetőket, hogy ő a tűzoltóságnál ezt tisztázta, tehát ez még júniusban volt, és azt a választ kapta, hogy minden rendben van, csak egy engedélyre lesz szüksége egy előjárójától. És ez most két héttel ezelőtt derült ki számunkra, hogy ez sajnos nem így van. Tehát a fegyveres testületek tagjaihoz hasonlóan a hivatásos tűzoltóknál sem olyan egyszerű a dolog. A kampányt, hiszen már elkészültek a szórólapok, a kiadványok, ahol folyamatosan ugye a Bok Csaba neve olvasható. Hát igen, ugye megjelent egy Marcel Parti külön kiadás, illetve több Marcel Parti, ahol
már Bokcsaba szerepelt, illetve egy A5-ös szórólap. Hát sajnos ezt az A5-ös szórólapot most nem tudjuk így felhasználni. Az új jelölt pedig, és akkor itt hangozzék el végre az ő neve is, dr. Szijjártó István, őt a KDNP jelölte. Tehát ugyanúgy végigment ez a folyamat, még ez is egy elég kellemetlen dolog, tehát nem csak maga a cseretényje, hanem az, hogy nyilván ez egy ilyen procedúrával jár, de a KDNP dr. Szijjártó Istvánt javasolta, természetesen mi, mint szövetségesek ezt tiszteletben tartottuk, én felkértem doktor urat, ő elvállalta, és hát most éppen ma készült el egyébként az ő A5-ös szóróanyaga is, nyilván, hogy neki is szüksége lesz erre, és már a múlt héttől kezdve a kommunikációnkban, tehát a Marccal partiban is, a más szóróanyagokon is már ő szerepel Bokcsaba helyett. Amikor a sajtótájékoztatón beszélgettünk, én azt kérdeztem, hogy a régi csapat tagjai, akik nem kerültek be a listára, mit szóltak hozzá. Itt tulajdonképpen a doktor úrnak a kiválasztása az ennek a fényében történt? Nem, a doktor úr kiválasztása az a KDNP megyei, sőt országos szintjén dőlt el. Én, amikor ez a dolog kiderült, tehát, hogy Bokcsaba összeférhetetlen, mint hivatásos tűzoltó, első dolgom volt felhívni Könnyid Istvánt, és tájékoztattam erről a sajnálatos dologról. Könnyid István pedig megkért engem, hogy legyek türelemmel nagyjából egy fél napig. Ő ez alatt az idő alatt leegyezteti a dolgokat egyrészt Pálfi István megyei elnök úrral, másrészt pedig Harrach Péterrel. Ez meg is történt. Harrach Péter felvette a kapcsolatot a Fidesz vezetőivel, tehát itt most országos vezetőkről beszélek, és így hívtak engem vissza még aznap este felé, hogy a KDNP döntése ez. Tehát ennek így a helyi szinthez, a helyi dolgokhoz tulajdonképpen nincs is köze. Hétvégén lesz egy nagy esemény, mennyire kikapcsolódás, mennyire családi nap, mennyire politika? Igen, mindez együtt. Reményeink szerint jó idő lesz, és ha jó idő lesz, akkor bízunk benne, hogy nagyon sokan lesznek kíváncsiak a rendezvényre, mert egyébként nagyon érdekes programok lesznek. Valóban egy családi nap. Igyekeztünk úgy megszervezni, hogy a legkisebbek is megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő dolgokat, tehát tudnak játszani, lesz kétféle légvár, arcfestés, tetoválás, és ezen kívül lesznek kifejezetten olyan programok, tehát most nem csak arra gondolok, hogy bohócszám a gyerekeknek, hanem játékos vetélkedők, amit Németh Zoltán tanár úrra bíztam, hogy szervezze meg. Ezzel reményeim szerint jól el fog telni már délután 1-től az idő, egészen 5-6-ig körülbelül, amikor majd jön az első koncert, aki Charlie lesz egyébként, és közben természetesen, ahogy meg is hirdettük, főzőverseny is zajlik, és a főzőverseny végterméke, reméljük, hogy finomra sikerülnek ezek a pörköltek, ez fogyasztható lesz természetesen ingyenesen, az egész rendezvény ingyenes különben. Na most a politika, hát természetesen politika is lesz, hiszen a Fidesz-KDNP, illetve a polgári önképzőkör és a vállalkozói baráti kör jelöltjei ott lesznek egész nap. Reményeink szerint beszélgetünk majd a választópolgárokkal egy egészen oldott hangulatban, és lesz egy kicsit hivatalosabb része is, mert természetesen ezt az alkalmat is szeretnénk kihasználni arra, hogy a színpadon újra bemutassuk sok ember előtt a csapatot. Ott én néhány szóban beszélek a programunkról is, illetve a képviselőjelölteket újra bemutatom. Egy órakor kezdődik, és a helyszín? Egy órakor kezdődik, és a művelődési ház udvara, hát nagyon reméljük, hogy jó idő lesz akkor az udvara, ha ne adj Isten esne az eső, akkor bent a színházteremben tartjuk meg, ami ott megtartható.
Tehát a Művelődési Ház udvara, és ahogy az előbb már mondtam, koncertek is lesznek, 3:45-tól Charlie, 8-kor Delhussa John, és 10 órakor Wolf Kati lép fel a színpadon, és mindenkit szeretettel várunk, és természetesen nem csak a sümegieket, hanem a sümegi járásból, vagy sümeg környékéről bárkit, aki velünk szeretné tölteni ezt a szombatot. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!